Az első negyed évben 785 gyermek jött a világra, és 1606 fő hunyt el Azaz fogyunk, de kevésbé, mint tavaly ilyenkor. A természetes fogyás azt jelenti, hogy 821 fővel csökkent Csongrád megye népessége. Ez a diagram a teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi nettó fizetését mutatja. A függőleges vonal a megyei átlag. Látszik, hogy a legtöbbet nálunk is a pénzügyi szektorban lehet keresni, itt több mint 300 ezer forint a nettó jövedelem. Ezt követi az információ és kommunikáció, a műszaki területek és az oktatás. A legrosszabbul a vendéglátásban dolgozók járnak, ott mindössze 118 ezer forintos nettó fizetést visznek haza, legalábbis papíron. Az egészségügyben dolgozók a többszöri béremelés ellenére még mindig az alacsony fizetésűek közé tartoznak. Ott nem éri el az átlag nettó kereset a 130 ezer forintot. Összességében szinte minden szektorban nőtt a jövedelem 12 kal A Csongrád megyei átlagbér 2018 első negyedévében 284 ezer forint volt. Több belföldi vendég vette igénybe Csongrád megye szállás helyeit, mint külföldi az év első három hónapjában. Összesen 129 ezer éjszakára szállt meg 63 ezer vendég. Ezen a diagramon is látható, hogy ez némi növekedést jelent 2017 azonos időszakához képest. 16 kal nagyobb bevételt jelent az ágazatnak, de még így is szinte fele a nyári időszaknak, amikor csúcs szezon van a turizmusban. Feltűnő mértékben növekedett azoknak a száma, akik szép kártyával fizettek, 24%-kal többen választották ezt a fizetésmódot. Nőtt a közúti balesetek száma is, az esetek 92%-a a járművezetők hibájából következett be. A leggyakoribb ok az elsőbségadás elmulasztása és a nem megfelelő sebességválasztás volt. A halálos áldozatok száma viszont 9 főről 3 főre esett vissza.